Üdvözlök mindenkit a Barlang Lakás Emlékmúzeumban. Fogadásunkra egy kecskéket így a kéményekhez kötötték ki. Maga a Barlang Lakás itt mélyudvaros. És itt van maga az Emlékmúzeum. 20. századnak lakó épülete itt Budafokon. Annak köszönhetően, hogy kialakult ez a fajta épület stílus, hogy Budafok arról nevezetes szőlőműveléssel foglalkoztak, illetve a kőbányászat is egy elég fontos tevékenység volt ezen a területen, és gyakorlatilag így alakították ki ezeket a mély udvarokat, akkor kibányázták ezeket a köveket, akkor utána közvetlenül ki is alakították ezeket a lakótereket, ezeket a barlangbócokat. Most egy ilyen barlangbócban vagyunk itt Veréb utcában, gyakorlatilag a 60-as évekig lakott volt, özvegy Tóth Győzőné nevezetű hölgy lakott itt, és az ő lakó környezetét lehet itt megszemlélni. Szerettük volna bemutatni, milyen körülmények között zajlott az élet. Megőriztünk itt olyan tárgyakat, amelyek bemutatják egy a 20. század derekán lévő konyhának a hangulatát. És a lakószoba, láthatjuk, hogy itt olyan falbútorok vannak elsősorban, amelyeknek a megőrzése elég nagy kihívás. Szeretnénk, hogy minél élőbb legyen a barlanglakás. Berendeztünk egy műhelyt, ahol különböző tárgyakat láthatunk, amely borászathoz, illetve különböző kézműves tevékenységekhez kapcsolódik. A külső tér, amely nagyon sok látogatónak kedvence, az gyakorlatilag azáltal válik élővé, hogy rengeteg növény található itt. Egyrészt ugye most ültettük csodálatos virágokat, a muskátlikat, másrészt pedig fűszerkert, amely gondozást igényel ugye folyamatosan, és amelyet gondozunk is. Mert gyakorlatilag nem a túl régi történelembe repít minket vissza, hiszen talán lesznek majd köztük olyanok, akiknek a szülei vagy nagyszülei ilyen típusú, hát szerény körülmények között élnek. Talán felismernek majd tárgyakat, amelyeket talán ők is használtak, vagy a padláson megtaláltak. Azt reméljük, hogy sok-sok olyan szempont van, amely alapján látogatók majd valamilyen új élményt szereznek, vagy felidézhetnek egy régi emléket.